A melltartós videó ma. Érdekűszertékű, hogy az Apofis ideért nekem az előbb, mert önök nem értik, hogy önök össze-vissza hazudgálnak, de, össze de olyan mértékben össze-vissza hazudgálnak, hogy én már nem. Én már komolyan ettől ilyen karikásra nem lenne. Össze-vissza pofáznak és hazudgálnak. Pillanat, az Apofis meg ilyet, a japánok ide szokták kódolni, de ne aggódjanak. Hogy mi volt vidéken, hogy a... De szerintem ezek csak hazudnak, hogy én már nem tudom, tehát... Egy pillanat, mert hogy én a Mariettát kérdezem, meg az itt jó, tehát... Meg a, a Bolyáki Zsoltot, az, Mert a Bolyáki Zsolt is vidéki városban nőtt fel, Jászberénybe. Egy pillanat. Vagy játszárok szálláson. Egy pillanat, mert most azt mondták, de a Marietta meg a nem Budapesten nőtt fel. Hogy... Hogy ezek a nők, vagy én nem tudom, ezek a régi nők, hogy ezek azt állítják, csak én ezt nem tudom elképzelni, hogy amikor ők mentek az óvodába, a ment mentértük részegen, és ilyet állított, hogy mert ez egy szűk pina a feleségem, még meg meg és akkor amíg szűk pina indugom, már én, mint kislányt, egy pillanat, ö, ö, egy pillanat ö, utána meg, majd a Józsi dugja, meg nem tudom. Tehát én érdeklővé szeretnék, hogy őt mindenki rendben van-e. Megkérdeznék egy, egy, másik szakpszichológust, mert én úgy egy pillanat, itt az ódában előfordult pár gyerekkel, de mi intézkedtünk, hogy egy kisfiú megdugott egy kislányt. De én nem, nem tudom elképzelni, hogy a Jóska bácsi megdug egy három évest. Mert ezek azt állíják, de ezt állíják így. Mert ez így történt, és rajtuk nem fognak férfiak élvezködni. De tisztelt asszonyom, tehát így mondom tájszóres nélkül, tehát ön jól van? <laughs> hogy, hogy, hogy történt volna már ez önnel? Hol az, hol, hol az a házas pár? Van nekünk az a gépünk. Dugják már ezeket, mert ezek össze-vissza hazudnak. Én Na ugyan, hol az állambiztonság és ez egy házas pár? Én ezt nem tudom elképzelni. Kizárt. Ezek csak hazudnak és hazudnak, és fogalmam sincs, hogy miért. Én mindjárt majd felrakom a, valahova ezt a, ezt a ennek a, mi a faszom ez, ennek a tácsnak, de egy pillanat, nézzék már meg, de komolyan mondom, mert én nekem fogalmam sincs, hogy egy másodperc, én, amikor három éves voltam, el kellett mennünk a templomba, de, és a pap bácsi azt állította, hogy le kell, csak le akarta húzni a bugyimat. Mondom, hogy nem. Egy pillanat, így odafordult csak, úgy, fölkapta egy széket, olyat rábasztam, de olyat. <laughs> Én elképzelhetetlennek tartom, hogy a... Tehát, Szeretném a befejezni hazudgálás jó. Én meg elmentem ugye vásárolni, jó? Mert én nem bírom én nem írom magat, tovább, én nem. Tehát nekem ebből a hazugság sorozatból elegem van.